Bár az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozásunk óta nem jellemző már a hazai vendéglátóhelyeken, van, ahol még mindig bevett szokás, hogy csak egy nagyobb italbeszállítótól rendelnek egy-egy bizonyos termékkategóriát. Ennek a kizárólagosságnak a megszüntetése céljából módosították tavaly decemberben a kereskedelmi törvényt, melynek türelmi ideje a napokban jár le. Augusztus 1-től már minden étteremnek és más vendéglátó egységnek meg kell felelni az új jogszabálynak. Elméletekben sok minden nem változik, fölváltja azt, hogy termék megnevezés nélkül egy nagy cégnek a termékei 100%-osan nem lehetnek bent az üzletben, hanem valamilyen helyettesítő termékkel kell pótolni. Ezeket ez vonatkozhat a sörökre, mondjuk az üdítőkre, vagy sok-sok mindenre, tehát hogy egy cég a teljes portfóliót nem tarthatjuk egy cégtől. Az intézkedés a termékpaletta szélesedése mellett a kisebb italgyártók piacra lépését is segítheti, a sörök esetében például a kézműves termékek terjedését. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kizárólagossági tilalom csak a legnagyobb italgyártókkal kötött szerződéseket érinti. Más változás is életbe lép az új hónap kezdetével. Vasárnaptól ismét a normál 27%-os áfa terheli majd a kiszállított ételeket. A kedvezményes 5%-os adókulcsot november közepén vezették be, miután a járványhelyzet miatt az éttermeknek megtiltották, hogy vendégeket fogadjanak. A mostani döntést azzal indokolták, hogy a szektor újra magára talált. A gasztronómiai szövetség elnöke szerint több helyen akár a teljes ár is elviheti a megnövekedett áfa miatti pluszköltség. Nem biztos, hogy eléri a vendéglátó egység azt a bizonyos fedezeti pontot, hogyha nem alakítja oda az árait, hogy megérje a kiszállítást eszközölni. A másik oldal az, hogy vannak olyan vendéglátó egységek, akik azonnal törlik majd augusztus 1-től a kiszállításokat, sőt, mi több, vannak olyanok, akik teljes mértékben átalakultak a kiszállításra, ők viszont nagy valószínűséggel árat fognak emelni. Több helyen egyébként be sem vezették az elviteles vagy házhoz szállított ételek értékesítését. Elsősorban a magasabb színvonalú éttermekben nem is minden esetben lehet ízlésesen becsomagolni a különféle ételkölteményeket. Máshol a logisztika okozott gondot, a kiszállításhoz szükséges járművek beszerzésére ugyanis nem volt fedezetük.